A művelődési központ csak úgy, mint a közintézmények mindegyike a tavalyi év nagy részében zárva volt. A dolgozók azonban megpróbálták a lehető legtöbbet kihozni a 2020-as év kényszerhelyzetéből. A lehetőségekhez mérten ez az év nagyon jó volt, mert a korábbi éveknek a lendületét vittük tovább, tettünk hozzá még, és éppen, hogy belejöttünk ebbe az újfajta lendületbe, sajnos be kellett zárni ugye márciusban az ajtókat, viszont akkor elkezdődött egy olyan felzárkózás az ilyen elmaradt munkák tekintetében, hogy ezt az időt hasznosan tudtuk ezekkel tölteni. Mi volt az év elején az a lendület, amivel nekivágtatok a tavalyi évnek? Hát a tavalyi újévi koncert mindenféleképpen a teltházával, a fergeteges hangulatával adott szerintem minden helyi lakos lelkébe egy olyan lendületet, egy olyan motivációt, egy olyan kedvet, amivel újult erővel tudtunk elindulni ebben az évben, de akkor még ugye nem gondoltuk, hogy mi vár ránk. Az év elején még megtartották a művelődési központban a foglalkozásokat, szakköröket, azonban a március 15-i ünnepséget már nem lehetett megrendezni. Amíg nem kellett bezárni az ajtókat, addig a működést a vírus helyzetben hozott járványügyi szabályokhoz igazították. Próbáltuk a lehetőségeinket meg a terméinket úgy alakítani, hogy a megelőző intézkedéseknek maximálisan eleget tegyünk. Tehát nyilván már egy 10 fős csoportos foglalkozásnak a földszinti termény közül mondjuk nem egy helyiséget adtunk, hanem egyből kettőt nyitottunk össze, azért, hogy a székeket sokkal távolabb tudjuk tenni, és nyilván mozgásban tudjuk őket tartani, és fertőtlenítőket biztosítottunk mindenkinek. Nyilván azóta is ezt csináljuk, meg a jövőben én úgy gondolom, hogy ez maradni is fog, ami előnyünkre válik, mert bármiféle váratlan dologtól meg tudjuk magunkat óvni. A művelődési központban nagyon sokan járnak hétről hintre szakkörökre, próbákra, kézműves foglalkozásokra. Az öntevékeny csoportokat kell mindenféleképpen megemlíteni, itt ugye az idősödő korosztály tagjai különböző szakkörökön és foglalkozáson vannak, gondolok itt például a nyugdíjas klubokra, a horgolókörre, a foltvarró klubra, ahol mindenféle életkori meg szabás nélkül várnak fiatalokat és középkorúakat egyaránt, és nyilván a gyerekek is nagyon szerettek ide hozzánk járni, mert októberben igyekeztünk elindítani Benedek bácsival egy sakklubot, kettő életkori korosztályban, ami jól látszott, tehát a jelek azt mutatták, hogy szeretnek ide járni, azért fixen volt 5-6 gyerek, akik jártak ezekre hetente, és tudtak egymással sakkozni, de mondjuk ugyanilyen volt Kelemenné Szilágyi Noéminek a motivációs előadását követő hitklubnak a beindítása, amit nem engedtünk el, de nyilván ezt is szüneteltetni kell azért, mert sajnos most ez a körülmény ezt kívánja meg. A színházi évadot is teljesen átírta a 2020-as pandémiás helyzet. Volt olyan előadás, ami elmaradt, és olyan is akadt, amit másik időpontban tartottak meg. Márciusban sajnos le kellett mondanunk, vagy át kellett helyeznünk, úgy döntöttünk végül is a Ne jem a neten című előadásunkat. Ezt októberben hál' Istennek meg tudtuk valósítani, és az a tapasztalatunk ezzel kapcsolatban, hogy a törzs közönségünknek, a törzs vendégeinknek körülbelül az egyharmada az érintett korosztályba tartozott, úgyhogy nyilván ezt éreztük is, mert érthető okokból ők visszahozták a jegyeket, és nem is volt ellenünkre, de hál' Istennek azért új követőket, új tagokat is sikerült, új kapcsolatokat is sikerült kialakítani, úgyhogy egy ilyen 300 fős létszámmal kivitelezni tudtuk az októberi előadást, az elmaradt előadást. A városban a már megszokott rendezvények, nagyszabású fesztiválok java része elmaradt. A művelődési központ dolgozói ezért még az iskola kezdés előtt egy nagyobb volumenű szabadtéri rendezvényt szerveztek. Mi saját magunk szerveztünk ugye gyerek nap elmulasztásával egy ilyen nyárzáró lurkókuckót, tehát nyilván az önkormányzatnak a támogatásával tudtuk ezt megvalósítani, és a Kiskörösváros Alapítvány is ugyanúgy támogatta ezt a rendezvényt, amit nagyon szépen köszönünk nekik. Nyilván ebben az időszakban mindenki szerette volna egy kicsit kivenni a részét, és egy kicsit adni a helyieknek azért, mert nagyon sok minden elmaradt. Úgyhogy mi továbbra is tervezünk ilyeneket, mert ugye kapcsolattartás vagy érintkezés nélküli programokat is igyekeztünk megvalósítani. Ilyen volt például egy tekercskeresős nagy projektünk, amit úgy éreztünk, hogy nagyon jól sikerült. Nyilván ezt próbáltuk átültetni a nyárzáró lurkókuckóba, ahol szintén közös indítással volt egy ilyen tekercskeresős feladat és tesztkitöltős történet, és nagyon szeretnénk majd ezt a jövőbeli programjainkba is beépíteni, mert nyilván ebben az időszakban nagyon sok
olyat sikerült létrehoznunk és kitalálnunk, ami nem értjük, hogy eddig miért nem jutott eszünkbe, mert nyilván nem volt annyira egyértelmű, és így, hogy ez az időszak rákényszerített bennünket arra, hogy mindenben egy kicsit a B megoldást is keressük, hogy most jutottunk, most értünk meg arra, hogy ezeket így meg tudtuk valósítani. Mik voltak különben ezek a, nevezhetjük úgy, hogy sikerprojektek, vagy új ötletek, amelyek teljesen új megvilágításba helyeztek itt dolgokat? Például a kiállításoknak a megvalósítása. Tehát soha nem néztünk úgy az intézményre kívülről, mint mondjuk most. És nem igazán tűnt fel, hogy mennyire szép egyforma ablakjaink vannak, amik a főtérre néznek, és nyilván most ez lesz a második ilyen rendkívüli ablakkiállításunk a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan, amit itt vagyunk kénytelenek megvalósítani azért, hogy kapcsolatba kerüljünk a lakosokkal, és egyfajta értéket közvetítsünk, még az ablakok által is, de legalább az ablakok segítenek bennünket abban, hogy kapcsolatban tudunk maradni. Az online térben milyen eseményeket sikerült megszerveznetek, mert azért a művelődési központ ott is elég aktívan látható volt. Versszavaló pályázatot indítottunk, ugye arról beszéltünk is már korábban, rajzpályázatot indítottunk. Nagyon sok olyan dologban igyekeztünk segítséget nyújtani a családoknak, hogy miattunk mondjuk feladatokat abban, hogy mivel tudnák otthon hasznosan eltölteni a családdal, a gyerekekkel a közös időt, és nyilván ezeket a produktumokat kellett nekünk elküldeni, akár virtuálisan, akár fizikálisan, amit mi egy kicsit összefogtunk, és bemutattunk a nagy közönségnek. Mik voltak ezek kapcsán különben a visszajelzések? Azért több ilyen eseményt bonyolítottatok le, elindultatok egy szintről. Mik ennek a tapasztalatai, egyáltalán tovább fogjátok ezt vinni akkor is, amikor már mondjuk nyitott kapuk lesznek? Mindenképpen szerintem ünnepkörnek megfelelően fogunk virtuálisan is az online térben kivitelezni feladatokat, vagy pályázatokat fogunk hirdetni, de nyilván ezekből a jó dolgokból ugye negatív, vagy olyan építő jellegű tapasztalatok is vannak, mint például a különböző videóbeküldős feladványoknál, hogy szeretnék a közösségi oldal üzenetküldő szolgáltatását egy kicsit nélkülözni, mert ugyanis ezek rontanak a különböző minőségeken, és nyilván, hogyha ilyen nagyobb videófájlokat szeretnénk, hogyha elküldenének hozzánk, akkor majd megkeressük azokat a felületeket, ami minőségromlás nélkül ezt megfelelően tudja közvetíteni. Az idei évben a város legnagyobb őszi rendezvénye, a Szüreti Fesztivál is csak kisebb, helyi és környékbelieket megszólító esemény volt, melynek szervezéséből a művelődési központ dolgozói is kivették a részüket. Oroszlán részt vállaltunk, azt szerintem elmondhatom, mert ennek a megszervezése ez teljes mértékben ránk hárult. Nyilván a Kőrösszog Non-Profit Kft. Volt az a bázis, és az a hátsó segítő erő, aki tudott nekünk ebben segíteni, de a fellépőktől kezdve a vendéglátósokon át, a kézműves kirakodóig, mindenkivel ketten vettük fel a kapcsolatot Erzsivel, És én úgy gondolom, hogy ez jól sikerült, mert ugye a ki nem mondott mottójának az volt, hogy a helyieknek helyiekkel, és nekem nagyon tetszett, mert szerintem olyan termelőkre, vállalkozókra is fel tudtuk hívni a helyi lakosok figyelmét, akik lehet, hogy annyira nincsenek benne a köztudatban, vagy a termékeik nincsenek itt a helyi boltokban, de most meg tudták mutatni a portékájukat, és bízom benne, hogy nem csak 4-1 kártyákat tudtak osztogatni, hanem nagyobb vásárlóerőt tudtak magukévá tenni. A 2020-as év bevételei jóval alul maradtak az előző évekhez képest. Elmaradtak a nagy rendezvények, színházi előadások, és a ház is bezárásra kényszerült, ami jelentősen csökkentette a bevételeket. Az anyagi vonzatát is érezzük ugye a terembérletek kieséséből, mert nyilván csökkenő képújság hirdetésünk is van, ami szintén ide csoportosult. Én bízom benne, hogy ezen tudunk lendülni, és nyilván a következő nyitott időszakban be tudjuk hozni valamelyest ezt a kiesést. Mi nyitottak leszünk mindenkivel a kapcsolatra, és bízom benne, hogy ez jól fog alakulni. A 2021-es évnek mik a nagyobb tervei, ami most tekintsünk el attól, hogy mindenki abba bízik, hogy ez a helyzet minél hamarabb megszűnik, és visszaáll az élet a régi kerékvágásba, de mégis hogy készültök az idei évre, mik lesznek a főbb sarokpontok? Mi szeretnénk bepotolni azokat a már lekötött programjainkat, ami mondjuk az őszi bezárás miatt el kellett, hogy halasztódjon, szüneteltetnünk kellett. Én nagyon szeretnék
Csorvási Katának egy olyan interaktív showját elhozni ide hozzánk, ami a Mackó Milú naplója című könyvének az bemutatása. Ezt nem úgy kell elképzelni, mint egy klasszikus ilyen könyvbemutatót, hanem ő nagyon sok mackót fog elhozni hozzánk, dekorációnak is, meg nyilván a könyv főszereplőit is elhozza. A gyerekek szintén elhozhatják otthonról kedvenc mackójukkal, akikkel közös tornagyakorlatokat és közös kalandokat élhetnek át, nyilván a könyv menete alapján, aminek a végén majd egy közös palacsintázásra szeretnénk mindenkit meghívni. Lehet, hogy erre még egy kicsit várni kell, mert nyilván ugye ezeket a szeretett vendégségeket nem engedték korábban sem, amikor nyitva voltunk, de én bízom benne, hogy meg tudjuk majd oldani például ezt a programot olyan szabályok betartásával, amik ezt kivitelezni engedik.